Tavaly szinte az összes pályázat megjelent a vidékfejlesztési programban, amelyben összesen 1300 milliárd forintra lehet pályázniuk a gazdáknak és az önkormányzatoknak. Ebből az összegből az Unió szinte minden mezőgazdasági ágazatot támogat, kiemelten a családi gazdaságokat, illetve a fiatal gazdálkodók is jelentős összeghez juthatnak. Az agrárgazdasági kamaratagoknak a pályázatírásban minősített szakemberek is segítséget nyújtanak. A mostani 13 pályázati cím alatt még 80 milliárd forint forrás válik elérhetővé a termelők számára, mondta 35 perc című műsorunkban Harcsa Krisztina, minősített pályázatíró. Amiket most jelentettek meg, az a fiatal gazdálkodók induló támogatás, amire már most folyamatosan lehet beadni a pályázatot, illetve van a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása vagy fejlesztése. Itt az a lényeg, hogy diverzifikáljunk, hogy mezőgazdasági vállalkozók több lábon állhassanak, itt turisztikai fejlesztésekre tudnak például pályázni. Vannak olyan pályázatok is, ami már tavaly megnyíltak, de folyamatos beadás van, és ott még nem telt meg a keret. Ilyenek a kertészeti ültetvénytelepítéses és öntözéses pályázatot, a vízgazdálkodási pályázat. Az állattenyésztők közül még tudnak pályázni azok, akiknek ló, nyúl, méh, galamb vagy fürgy, illetve csillattenyésztéssel foglalkoznak, tehát vannak még folyamatban lévők. A termelők 50%-os támogatási intenzitású pályázatokat vehetnek igénybe, mivel ebben az uniós ciklusban cél a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás bővítés. Új munkahelyekért pluszpontokat kaphatnak a vállalkozások. A pályázati feltételeknek a szabolcsi termelők megfelelnek. A mostani pályázati felhívások lehetőséget adnak a kis és közép közepes vállalkozások, családi gazdálkodások számára is, hogy fejlesztenek. Ugye olyan könnyítés is van, hogyha 50 millió forint alatti maga a beruházási összeg, akkor egy kicsit egyszerűbb egy pályázatot összerakni, kevesebb adminisztrációval jár. Tehát megvan nekik is a lehetőségük arra, hogy fejlesztési igényeket tudjanak benyújtani. A vidékfejlesztési programban az elbírálásra várni kell a túligénylés miatt, mondta el a szakértő. A vidékfejlesztési program 2015. augusztusi megjelenése óta összesen 68 darab felhívás jelent meg. 2020-ig a keretösszeg ezen a célterületen 1300 milliárd forint.